irodai készülős vlog. Sziasztok, vasárnap van, most értem haza, tegnap voltam a fórumban, Debrecenben, és vettem egy-két cuccot, úgyhogy arra gondoltam, hogy csinálunk egy gyors kis holt így a videó elején. Nem sok mindent vettem, inkább így a kanadai utazásra akartam gatyákat, meg felsőket, meg egy-két ilyen kis apróságot, úgyhogy nézzük is meg. Voltam a Sinsében, a New Yorkerben, meg a Tezenisben, illetve kész van a ruhám is, amit majd az esküvőre fogok felvenni, ugye koszorúslány leszek, és még tanú is. Na, itt van az első szett, ezt a kis lenvászon gatyát a Sinsében vettem. Nagyon kényelmes, egy icipicit átlátszó, viszont fehér bugyival szerintem teljesen jó lesz. Meg a felső is színszé, és ez 595 forintra volt kirakva, ezzel nem kell melltartót se venni, mert tök jó kis vastag anyag. És gyerekek, 179 forintot fizettem érte, amit nem értettem, de ennyibe került, úgyhogy nagyon örültem neki. És H&M-ben vettem kettő fülbevalót, ez az egyik, már tök régóta akartam ilyen kis vastag fülbevalót venni. Ez kibontott hajjal nagyon-nagyon tetszik. A másik meg ez a kis csavart, ez is nagyon szép szerintem. És ez a szett így magában már nagyon tetszik, egy kis szandival, vagy kis félcipővel, mukaszínnel, ilyesmi. Itt a következő szett. Ezt a New Yorkerben vettem, nem tudom, milyen kreppes anyagúnak néz ki ez a gatya. Ez is ilyen kis lenge, a felső pedig szintén egy sima kis crop top, de nagyon tetszenek nekem ezek a, nem is tudom, hogy hívják, csónak, nyak, vagy nem tudom. És akkor ezt meg egy jó kis magas sarkú szandállal, nagyon szupi. És egyébként mind le voltak árazva, a gatya volt szerintem 4000 forint, a felső meg 2000, 3000, valahogy így. Aztán ezt a felsőt is a New Yorkerben vettem, ez szintén a fehér gatyához gondoltam, hogy passzolni fog. Szintén ilyen 2500 forintba került, vagy valami ilyesmi. Jó kis cuki minták vannak rajta, nagyon tetszik. Meg egyébként ilyen fehér felső van még egy csomó, ilyen kis crop topok. Ó, itt van a Harry Potteres összes. De vannak ilyen kis crop topjaim még, amiket majd be tudok rakni, és akkor szépen tudok majd kis outfiteket összeállítani. Ezt a kis ruhát vettem még a Sinsében, ilyen kis átlapolt. 2995 forint volt, annyi, hogy itt elő nagyon kivágott, de majd veszek alá egy kis atlétát, vagy valami bralettet, és akkor az úgy jó is lesz, de nagyon tetszett ez a kis ruci, úgyhogy muszáj volt elhoznom. Aztán vettem még a Tezenisben egy ilyen sima pánt nélküli melltartót, egy ilyen ragacsosat a New Yorkerben, ez aztán 4299 forint volt, vagy valami ilyesmi, de egyébként ez tök jó, ilyen push-up hatású, és tényleg ráragad, szóval hogyha ilyet kerestek, akkor a New Yorkeres az nagyon-nagyon szuper. Meg még vettem kettő ilyen sticky nipple covert a Tezenisben. Ez szilikon, és ugye többször fel lehet használni, 1799 forint volt, ezeket mind szépen majd viszem Kanadába. Itt van egy kis hol, beszaladtam a Lidlibe mosószerért. Na mindegy, vettem paradicsomot, ez a datója paradicsom bio le volt árazva 549 forintra. Gomba, egy kis uborka, natúrjoghurt, meg a decaf kafé, amit szoktam inni. És ez a vattacukros szőlő, nem tudom, hogy emlékeztek, egy pár éve fedeztem fel, akkor jelent meg itthon. Amerikában ez nagyon ment, ez a cotton candy grapes, és hát valóban isteni finom. Nincsen benne mag sem, úgyhogy vettem egy ilyet hétvégére csipegetni, majd a telken. Bacon szalonna, megint vettem egy ilyen 6 darabos avokádót, szerintem ez éri meg a legjobban, és tök jó, mert kicsit kinhagyom, amíg megpuhul a pulton, aztán utána beteszem a hűtőbe, és tök sokáig így jó. És ezek ilyen kis cuki minikék, úgyhogy pont jó egy evésre. Vettem tofut, most ezt a füstölt verziót vettem, nem is tudom, hogy melyiket szoktam venni Lidliben, de ezt a múltkor kóstoltam, és ez nagyon ízlett. Vettem egy chili szószt, meg egy kis jalapeno szószt, pufirist az avokádóhoz, tojás vacsinak, és vettem megint ilyen tortilla chipset, ez a legfinomabb, a barbecue is nagyon finom, de ez nagyon király, ez a jalapenyós. Aztán vettem három Pink Lady almát, ezt majd mogyivajjal szeretném megkenni. Natúrjoghurt mozzarella, mert most hétvégére el fogom készíteni végre ezt a békenös csavartat, már vár a hűtőben egy hete a kis tészta. Holnap reggelire vettem
purpur kiflit, illetve magamnak jövő hétre a melóba vettem ilyen kis szénre csökkentett kenyeret, meg ezt ugye le is szoktam fagyasztani, illetve ezt a kis kovászos wellness kenyeret vettem pirítósnak. Ezt szintén be fogom dobni a fagyasztóba, és akkor majd onnan kiveszek egy-egy darabot, amikor pirítóst eszünk. És ennyike a hol, meg hát nyilván vettem még öblítőt, meg mosószert, csak az még lent van a kocsiban. Úgyhogy szerencsére azt is sikerült hoznom, amiért beszaladtam. Sziasztok! Hát el sem hiszem, hogy végre ezt mondhatom, de most elkezdjük a kanadai készülős vlogot! A készülős vlogot! Neked is nagyon jó lesz, mert te meg nyaralni fogsz végig! Júj, de izgalmas! Na figyeljetek, ma péntek van, augusztus 25-e, és szeptember 4-én hajnalban, vagy reggel indul a repülőnk Kanadába, és azért kezdem el most ezt a vlogot, mert a hétvégén, most hétvégén fogok bepakolni, meg már el is kezdődött teljes mértékben a prep. Igazából már január óta erre készülök, de mindegy. Most már úgy tényleg élesben mindjárt indulunk Kanadába, el sem hiszem. Az első dolog, ami most történni fog, az az, hogy elmegyek szépen a körmeimet megcsináltatni, mert most már azt hiszem 7-7-esek a körmeim, de nagyon-nagyon jól bírták. Ma 6 órára kell mennem, és még fogalmam sincsen, hogy milyen körmöket szeretnék az esküvőre, mert hát ugye nyilván az esküvőre hegyes. Hát de igazából az esküvőn is ilyen hegyvidéki téma lesz, úgyhogy szerintem beleférne, hogyha kis hegyeket rajzolnánk rá. Na mindegy, mindjárt nézek, vagyis igazából a körmösnél szoktam nézegetni, mert nem bírom a reszelést, úgyhogy úgy szoktam eltölteni az időt, hogy teljesen a körmökre fókuszálok, és nézem, hogy milyen legyen a minta. Most úgy tetszik a hajam így összekötve, pedig nem szeretem összekötve hordani, de most valahogy így ide lentre kötöttem, és most úgy tök jó, meg egyébként 35 fok van kint, úgyhogy na, szerintem most már biztos látszik, de nagyon-nagyon izgatott vagyok. Most már nem sokkal több, mint egy hét, és tényleg találkozni fogok végre a cuci barátnőmmel. 5 éve nem láttam, 2017-ben jött haza, és akkor kint voltunk Crikvenicában, elmentünk egyet együtt nyaralni, és azelőtt pedig 2013-ban találkoztunk, ugye abban az évben, amikor én mentem ki Amerikába 3 hónapra, ő akkor költözött ki Kanadába, úgyhogy konkrétan 10 éve, az utóbbi 10 évben tényleg csak egyszer találkoztunk, úristen, nagyon durva, és annyira örülök, hogy így megmaradt ez a szuper kapcsolat, mert tényleg nekem ő a legjobb barátnőm, meg szerintem ez kölcsönös is részéről is, egyszerűen mindent meg tudok vele beszélni, még úgy is, hogy fizikálisan nem találkozunk. Na, úgyhogy ez a hétvége igazából erről is fog most szólni, mert nyilván attól még az élet az haladgat magának, úgyhogy holnap mennem kell a telekre, nagyon sok minden történik most ott is, úristen, most már el kell kezdenem tényleg összevágni egy telkes videót, mert nagyon régen volt már titkos projektes epizód. Vasárnap családi ünneplés lesz, de az a lényeg, hogy ma lesz a körmözés, aztán vasárnap fogok szépen délután elkezdeni pakolni. Most már kimostam mindent, amit vinni akarok, még lehet, hogy lesz egy-két dolog, amit a jövő héten hordani fogok, de megpróbálom majd úgy alakítani, hogy ne kelljen nagyon sokat már mosnom jövő hét végén, mert az is egy nagyon hektikus hétvége lesz, jövő héten szombaton megyek majd Pilláshoz, vasárnap további készülődés, illetve délután megyünk Pestre, mert ott fogunk aludni. Ugye itt sokkal egyszerűbb, nem kell 2 órakor hajnalban, sőt, talán korábban elindulni itthonról, hanem szépen ott alszunk egy hotelban, és akkor ráérünk ott felkelni 2 órakor. Jaj, Istenem! Nagyon király lesz, nagyon várom. Annyi mindent beszereztem már ehhez az utazáshoz, az egyik az például 2600 forintért vettem ezt a Catrice. Hát ajakír, ajakbalzsam, nem tudom, hogy hívják. Azért vettem meg, mert maga a kis rúzs az ilyen, látjátok, ilyen arany színben csillog. És én azt hittem, hogy ez teljesen gyöngyházas lesz majd a számom, mert kipróbáltam ugye a kezemen a mintát, és azon nagyon szépen csillogott, viszont a számon nem. Na mindegy. Gyerekek, ennek az a lényege, ez olyan, mint a Mystic Rouge. A régi Mystic Rouge még anyáink korából, hogy változik az ajkadon a színe, és nekem is. Először azt hittem, hogy semmi színe nincsen, aztán rájöttem, hogy berózsaszínesedik. Úgyhogy nagyon szuper, ezt fogom elvinni magammal az esküvőre. Jaj, mennyi mindent kell pakolni, úristen, nagyon izgalmas. 2 hétre megyünk, nagy bőröndel, meg kis bőröndel, meg laptop táskával. Na, de állok neki szépen most a... Állok neki ennek a kis csavartnak, mert már
Ez is két hete be akarom csinálni, remélem ez még nem járt le. 9. hó 2, szuper. Vettem bele krémsajtot, ez se járt le remélem. 11. hó. Bacon. Meg reszelt sajt. Hey Siri, set a timer for 20 minutes. 20 minutes starting now. Te vagy a legszebb a világon. Na kész is lettek, aki is csavartak, hát csodálatosan néznek ki, esküszöm. Ezek közül már nem mindegyik béconos, ezek a kis simák, hát mindegy. Cukik, ezek ilyen sajtos, krémsajtos dolgok, viszont a béconos az nagyon király lett. Ide már eltettem az összeset. Úgyhogy ezt is szépen most bedobozolom, aztán már indulok is, mert előbb végzett a körmösöm. Úgyhogy tudok menni 17:30-ra. Neked is ízlene mi? Gondolom. Na kész is lett a körmöm, csodálatos lett. Ezek kis hegyek, mert hogy ugye Kanada, és még rakadtam bele egy kis csillámot, meg ilyen tejfehér lett az alapja, és szerintem nagyon-nagyon illeni fog majd a rucimhoz. Viszont ennyi a mai nap, most már megyek én is, vacsorázok, fürdök, alszok, stb. És holnap megyünk a telekre. Gyerekek, itt van a kis szoba. Óriási nagy kupleráj van, mert itt vannak már az ajándékok, meg egy csomó minden, amit viszek majd Kanadában, meg itt is. Viszont ezt mindenképpen ki akartam bontani, mert megjött az üriázsus rendelésem. Pél. Rendeltem egy-két dolgot, amit ki is fogok vinni magammal. Ez a legkirályabb cucc. Ez egy ilyen kis mosakodó gél arcra meg hajra, és ez nagyon jó a száraz bőrre. Rendeltem most egy ilyen kis arcradírt is. Ez a krém, ez csodát tesz az arcommal, ez is igazából száraz bőrre való krém. Nekem ugye korpás szaporás bőrtípusom van, úgyhogy ez arra tökéletes. Aztán rendeltem még egy izzadásgátlót, mert a Rexonát szoktam használni, viszont hát nem tudom, most már le akartam cserélni egy olyanra, ami alumíniummentes, úgyhogy természetesen nem az alumíniummentes verziót sikerült megrendelnem, mindegy. Most ezt kipróbálom, az alumíniummentes is elvileg ugyanez, remélem, hogy ez jó lesz. Ezt most elő is veszem, mert hétvégén szeretem az új izzadásgátlókat letesztelni. Ezeket meg majd szépen pakolom be a bőröndbe. Te mi vagy ilyen szép? Már korán reggel is? Mi? Jó reggelt! Ma szombat van, csinálok egy kis reggelit, turmixot, de most zenét fogunk hallgatni, úgyhogy ez alá is teszek egy kis zenét. Epres turmixot fogunk csinálni, aztán megyünk a telekre. Igen, a telekre. Cuki kutya. OOTD.
vagyunk már Egerben, éppen most a Tesco-nál várakozok, mert bevásárolunk, bográcsozni fogunk. Már haza is jöttünk a telekről, most már 6:30 van. Rafi kutya már otthon van, én meg még elszaladtam a Lidlbe, vettem egy-két dolgot, mert holnap megyünk vendégségbe. Úgyhogy sütök egy kis sütit, meg csinálok megint ilyen kis békönös csavartot, mert ez nagyon könnyű volt, és nagyon-nagyon finom. Ma volt kint a földmérő egyébként a telken, meg a villanyszerelő is, de ezt mind majd beleteszem szépen a titkos projektes vlogba. Úgyhogy most megyek haza, és állok neki sütögetni. Jó reggelt! Új nap, új smoothie-ból. Fagyasztott banánból most. Ezt vízzel még nem is kóstoltam, most jut eszembe. Hát ez tejjel finomabb. Nem rossz amúgy. Hogy lehet már legalább egy klossz motor, mint egy ember? Hogy mennyi gyári kosztok át ilyen? Na, vasárnap van, most értem haza nemrég vendégségből, úgyhogy vége a hétvégének. Tegnap este még sütöttem sütit, egy ilyen mamusféle kevertet, a receptet lerakom mindenképpen a leírásba, illetve ma reggel még csináltam békönös csavartat is, nem bírtam ki, muszáj volt egy kis meglepetést vinnem. Most végre elkezdek pakolni Kanadába, már nagyon-nagyon vártam ezt a pillanatot. Egy hét múlva fogunk indulni, viszont jövő héten a hétvége az már nagyon sűrű lesz, úgyhogy mindenképpen el akarok kezdeni most bepakolni, hogy a nagyja már meglegyen, és tényleg jövő héten csak az utolsó simításokat kelljen elvégeznem a bőröndön. Be is ugrottam az eurós boltba, az Eco Family-be hazafele. Vettem még egy-két dolgot, például sminklemosókendő, fogkrém, vettem még itthonra is egy-két dolgot, ilyen kézmosót, ez a WC-ben való illatosító, aztán egy ilyen nedves törlőkendő. Ha utazok, akkor mindig ilyen férfi borotvát szoktam venni, ez 5 darabos, 690 forint volt, tökéletes az a kis eldobható borotva. És vettem egy ilyen Maybelline Tattoo Brow-t, ez azt hiszem 4000 forint a DM-ben, vagy valami ilyesmi, 2000 forint volt az eurós boltban, ez ilyen kis pomade, úgyhogy hát kíváncsi vagyok, hogy mennyire ez tartós, mert azt írja, hogy 24 órán keresztül. Medium brown színben vettem, este majd mindenképpen kipróbálom, mert valami olyat akarok vinni, ami úgy tartós lesz majd az esküvőre is, ugye a buliba. Aztán vettem még a barátnémnak egy-két szafis cuccot, megkért, hogy vigyek neki pár szafis lisztet. Anya mondta, hogy ezek a legjobb lisztek, ő ugye azért sokkal több szafis dolgot használ. Ez a csökkentett szénhidrát tartalmú kenyér és péksütemény lisztkeverék, paleo nyújtható lisztkeverék, illetve vettem még egy ilyen csokis ízű muffin lisztkeveréket. Én ezt régen nagyon sokat használtam. És úgy fogom most elkezdeni, hogy mindent szépen lepakolok ide az ágyra. 70 fok meleg van a szobában, nem ér el ide a légkondi. Te nem jöhetsz be! És végre innen is kipakolhatok, mert hát ugye ezt direkt nem szedtem le, mondom, felesleges összehajtogatni. Oda szépen rá fogom dobálni az ágyra a rucikat, illetve az ajándékokat is. Mindjárt megmutatom nektek, hogy mit készítettem a cuci barátnőméknek. Ide már mindent kikészítettem, hogy ne is kelljen keresgélni. Te vagy a legszebb. Mi van? Még nem megyek sehova, majd egy hét múlva, baba. Jó? Cukikám. Na, most beszéltem a barátnémmal.
Jaj, megkérdeztem tőle, hogy miket vigyek végül is, mert ugye én fázós vagyok, és hát az, hogy Kanadában jó idő van egy kanadainak, az ugye teljesen más érzet, hőérzet, mint ami nekem a jó idő. Ők már 4 fokban is azt mondják, hogy itt a tavasz, úgyhogy mindegy, pakolok egy-két hosszú gatyát, meg ilyesmiket, és itt vannak a kis bőröngyeim. Igazából az a game planem, hogy most el fogok kezdeni szépen, először is mindent összehajtogatok, hogy lássam, hogy mik vannak itt, és elkezdek szépen outfiteket összerakni, ugyanis mindig úgy szoktam utazni, hogy csak beszórok ruhákat, aztán meg rájövök, hogy nem áll össze az outfit. Most ezt szépen úgy fogom megoldani, hogy először itthon felpróbálok mindent, és hogy mi mivel kombinálható, meg mi mivel párosítható, és szépen úgy fogom elpakolni a dolgokat. Akarok vinni egy darab topánkát, valamilyen bézs vagy barna színűt, hogyha esetleg az esküvőn éjszaka fáznék, akkor fel tudjam venni, mert ugye nyitott cipőbe fogok menni, mindjárt meg is mutatom nektek, mert azt már azt hiszem kihoztam, mert az esküvőre direkt vettem 2 cipőt, ami még egyáltalán nem volt rajtam. Páromnak a nyakkendője, ami ugye ugyanolyan színű, mint a ruha. Ja, ez a ruha egyébként csodálatos, tényleg már nagyon várom, hogy felvessem az esküvőre. És a ruhát, a nyakkendőt, meg a cipőt, azt mindenképpen a kis bőröndben fogom vinni, hogyha ne adj Isten, nem érkezik meg időben a nagy bőrönd, vagy elveszik a bőrönd, vagy akármi, akkor mindenképpen meglegyen, mert ez a ruha ez nem volt olcsó, és nem fogok tudni még egy ugyanilyet beszerezni az alatt a rövid idő alatt. Úgyhogy azt mindenképpen magammal viszem a kis bőröndben. Egyébként hétfőn indulunk, és ugye hétfőn is fogunk megérkezni, mert -8 óra az időeltolódás, úgyhogy 11 óra fele fogunk megérkezni. Már Bernie egyébként tervezett egy csomó mindent, hogy hova fogunk majd menni, meg miket fogunk megnézni, úgyhogy rögtön már az első nap lesz egy kis downtown élményünk. Az esküvő az pedig szombaton lesz, viszont az egy ilyen 4 órára lesz a barátnőmének a lakóhelyétől, úgyhogy oda majd kocsival fogunk menni, béreltünk autót, illetve ott béreltünk hotelt is, egyébként az összes többi nap majd a barátnőméknél fogunk aludni, és oda úgy megyünk, hogy csütörtökön reggel indulunk, ez egy jó kis 4 órás road trip lesz, majd lesz egy-két megálló, majd szombaton lesz az esküvő, 9-én, és akkor hétfőn fogunk majd visszaindulni Calgarybe, mert egyébként Calgarybe megyek, lehet ezt még nem is mondtam, Albertába, és utána még ott leszünk azon a héten, és a következő héten hétfőn, tehát 18-án fog visszaindulni a repülő, és 19-én fogunk leszállni Magyarországon. Na, de mutatom nektek a cipőt. Itt van 2, az egyiket én választottam, a másikat pedig anya találta nekem a CCC-ben, hát nem is tudom, talán februárban vettem, azt hiszem, és ez... Nekem, hát tudjátok, nagyon-nagyon kényelmes, ugye mivel platform annyira nem is magas. Ezt pedig anya találta, ez egyébként bőr, nem szoktam bőrcipőt venni, de ez tényleg annyira szép volt, meg annyira jó a minősége, hogy megvettem, mert anya találta. Ez is ugye rózsa arany, és ilyen kis, nem is tudom, talán májva színű, nem tudom mi ez a szín, de nagyon-nagyon szép. Úgyhogy ezt a 2, hát ezt mindenképpen a nagy bőrönbe viszem, ezt pedig a kicsiben, hogyha esetleg a nagy bőrön nem érkezne meg, akkor ez még mindig ott lesz backupnak az esküvőre, de ez ugye könnyebb, úgyhogy azért ez fog velem majd jönni a kis bőrönben. És hát itt vannak a bőröngyeim, egyszerűen csodálatosak. Őket kaptam szülinapomra, hogy tudjam majd vinni mecsi-mecsi bőröndben a cuccaimat Kanadába, és gyerekek, tehát na, ez CCC-s bőrönd, és még a kis kihúzója is rózsa-arany színű, egyszerűen csodálatos. Minden irányba forog, számzáros, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, és itt van a nagy pajtása. Jaj, meg meg akartam nektek mutatni az ajándékokat. Ez az egyik. Bernie egy időben nagyon szeretett így színezni, tudjátok, van ez a kis zentengő színezés, úgyhogy vettem neki egy ilyet. Én már magamnak vettem egyet, és ezt imádom, ezt a kis... Te mit csinálsz ott az alvégen, kiskutyám? Akkor ebbe tudsz szépen akár naplózni, vagy jegyzetelni, vagy akármi, illetve színezni is, hogyha szeretne. Aztán csináltattam neki egy kulcstartót. Eredetileg karkötőt akartam csináltatni, de közben Bernie írta, hogy el szeretne majd menni ilyen örök karkötőt készítetni. Tudjátok azt, amit így ráhegesztenek a kezedre. Ezért döntöttem emellett a kis kulcstartó mellett, és ez szerintem csodálatos. Gifted and Joy céggel csináltattam. Van rajta egy kis idézet, ugye 2011-ben ismerkedtünk meg, és ez van a hátulján, ezt a Canva-ban szerkesztettem össze, és csodálatosan ki lett farigcsálva itt a kis fából, úgyhogy ez a kis
kulcstartó lesz még az ajándék, illetve ez lesz majd a fő attrakció. Ugye ilyenkor az esküvőre most már általában pénzt szoktak adni az emberek, viszont amellett én mindenképpen szerettem volna valamit adni, mert hát ugye nagyon ritkán találkozunk, így 5 évente egyszer, úgyhogy arra gondoltam, hogy csináltatok nekik egy kis apróságot, és ezt, hát inspio.hu talán az a neve a webshopnak, ahol csináltattam. Igazából beírtam, hogy egyedi Spotify üveglap, és akkor kiadta az első oldalt, és ott volt a legszimpatikusabb. Van egy ilyen kis fa tartó hozzá, és ezt nézzétek, itt van maga az üveglap, és rárakadtam azt a dalt, amire majd lesz az első táncuk. Ez itt egy eljegyzési fotójuk, és akkor szépen be lehet itt olvasni a telefonnal ezt a QR kódot, és bármikor meg tudják hallgatni a dalt, amire az első táncuk volt az esküvőn. Ide ráírattam a nevüket, illetve az esküvő dátumát, és akkor ezt így egy az egyben, tökéletes ez a csomagolás, el tudom szépen vinni magammal, még körbe akarom valamivel majd kötözni, hogy még véletlenül se nyíljon szét, és szépen beteszem majd a ruhák közé a nagy bőrönbe. Na de most tényleg nekiállok, mert szerintem sok idő lesz, mire itt felpróbálgatom a ruhákat, illetve még a Rafikutyát is le kéne vinnem, sőt, korizni is el akartam menni, de 36 fok van, úgyhogy nem biztos, hogy lesz hozzá kedvem. Na mindegy. Na, felpróbálgattam és kiszortíroztam az outfiteket, úgyhogy most így állok. Jó pár ruhát ide raktam, úgyhogy szerintem most elkezdem bepakolni a bőröndbe, aztán meglátjuk, hogy hogy marad hely. Na de itt vannak a rucik, ide összeraktam egy pár nadrágot, ezek csak ilyen lengenacik, meg viszek még egy farmát, viszont azt előtte kimosom. Aztán raktam el 2 ilyen sima szoknyát, illetve 1-2 rucit. Aztán ugye nyilván tudunk mosni is, úgyhogy úgy akarom pakolni, hogy 1-2 felső, ami mindegyik gatyához megy, a feketéhez is, meg a zöldhöz is. Ezek ilyen kis sima egyszerű crop felsők, meg ujjatlanok. Rakok el hosszú ujjú felsőket is, illetve sima ilyen trikókat, meg ez a 2 ilyen kis, hát ilyen nagyon rövid kis rojtos felső. Elrakok egy ilyen hosszú fekete pulcsit, meg ezt a jó vastagot. Viszek 2 melltartót, egy ilyen push-upot, meg egy pánt nélkülit. Az pedig egy ilyen nagyon kényelmes, H&M-es bralett, ebben fogok majd utazni. Viszek 1 darab sportmelltartót, meg 1 szett ilyen edzős ruhát, hogyha megyünk majd hikingolni, akkor legyen fürdőruha, ebben vannak a fehér neműk, meg alváshoz ezt a legszuperebb microtein sportmelltartót használom. Hát ez már szerintem kifutó termék, de még lehet, hogy elérhető a webshopon. Aztán teszek még el egy jó pár zoknit. Itt vannak a cipők, amiket viszek. Ez lesz majd a topánka, amit mondtam, ilyen kis világos barna. Viszem ezt a papucsot, ez sínes egyébként, 2300 forint volt. Meg az Ipanema szandimat. Sportcipőt is fogok ugye vinni, abban fogok majd utazni a nagy vastagtalpú filámban, az jó lesz hikingolni is. Más ruhát nem viszek, de egyébként lehet, hogy ezt sem fogom mindet elrakni, mert nem biztos, hogy minden belefér a bőröndbe. Van egy szuper kis nyakpárnám még, amit a műtétre vettem annó. Ez fog majd velem utazni. Mindenképpen a kis bőröndbe teszek be 2 bugyit, meg zoknit is, illetve egy váltóruhát. Itt a nemzetközi jogsim, csináltattunk mind a ketten, mert egy autót fogunk bérelni. Nem vagyok benne biztos, hogy kell-e a nemzetközi jogsi, hogyha ugye az első 90 napra, hogyha turista vagy, de a biztonság kedvéért inkább csináltattunk, 2300 forint volt, be kell menni a kormányablakba, ott helyben meg is csinálják egy negyed óra alatt. Adtunk biztosítást a Costco-nál, azt hiszem, azért talán 15.000 forintot fizettünk fejenként, majd belinkelem nektek, hogy melyik oldalon csináltattuk. Ez nagyon király, ebből még az életem is bele, még a Rafi is belefér, gyerekek. Most beférek, vagy nem? Most nem tudom eldönteni. Jó, na, egyelőre ez ennyi. Most nem szenvedek vele tovább. Aztán a kis bőrönd. Szuper! Na,
jó, jó progressz. Örülök, hogy már eddig legalább eljutottam, hogy most már tudom, milyen ruhadarabokat fogok vinni. Hétfő van, most értem haza nemrég a munkahelyemről, már elkezdtem szerkeszteni a következő vlogot, de közben megjött a MyProtein csomagom, úgyhogy most szépen fogok csinálni egy unboxingot az Instára, meg nektek is megmutatom, ugyanis ebben a csomagban most csak ruhák vannak, és Kanadára rendeltem őket. 70 fok meleg van, de mutatom nektek a szettet. Rendeltem egy polár melegítőt, ebben fogok majd utazni. Gyerekek, ez tökéletes, nagyon-nagyon kényelmes, a gatyája is tök jó, MS méretet rendeltem egyébként. Néha L-eset rendelek, néha MS-t, ez ugye attól is függ, hogy milyen anyaga van a ruhának. Ezzel most jól jártam, mert egyébként azt hittem, hogy sokkal rugalmasabb lesz ez az anyag, de nem, viszont elég belőle az MS. És ez a kis pulcsi, tökéletes, ebből is, hát ebből lehet rendelhettem volna L-eset, mert jobban szeretem, hogyha a csuklyája egy kicsit nagyobb a pulóvernek, mert ez így ez elég szűkös. Viszont nagyon, nagyon tetszik ez a szett, nagyon király lesz az útra. És kettő kis külön zseb van rajta, nem kenguru zsebes, aminek meg külön örülök, ráadásul cipzáros, úgyhogy semmi nem fog belőle kiesni. Ez lesz majd az utazós szettem. Jó, hogy van klíma a lakásban. Itt van a következő szett. Ez az új Shape Seamless szett. Egyszerűen csodálatos, nagyon-nagyon jól kiadja az alakot. A Shape Seamless az már nekem nagyon régóta a kedvenc kollekcióm, de most újítottak rajta, még szuperebb lett, nem kell már annyira felcibálni az anyagot, egy kicsit jobban enged, viszont ugyanolyan jól tart. És rengeteg új szín megjelent, köztük például ez a toffee, illetve van a sötétbarna, és hát alig vártam, hogy legyen egy ilyen karamell színű kis szett. Nekem ez a színvilágom, úgyhogy nagyon örülök neki. Na, és itt van a crop toppal együtt a teljes szett. No words, egyszerűen csodálatos, tökéletes, gyönyörű. Ehhez rendeltem egy pulcsit. Ez az Unisex Rest Day 1/4-es cipzáros pulcsi. Pontosan ezzel a leggingszel képzeltem el, és nagyon puha, nagyon meleg, úgyhogy le is veszem, mert meggyulladok. Péntek van, most értem haza. Rafi kutya már nagyon izgatott, ő még nem is tudja, hogy milyen szuper lesz neki a következő 3 hét. Most egy kicsit fellélegzek, mert nagyon kemény volt ez a hét. Aztán folytatom a pakolást, egy kicsit újra fogom rendszerezni szerintem a bőröndöt, mert most, hogy már itt is ilyen 22-24 fokok vannak, rájöttem, hogy nagyon fázni fogok Kanadában, úgyhogy azt mondta a Bernie, hogy egyébként ott nem érződik ennyire hidegnek a 24 fok sem, mert ugye nem ennyire pálás a levegő, de biztos, ami biztos, be szeretnék rakni még egy kicsit több meleg ruhát, vagy legalábbis ilyen hosszú ujjú pólókat, meg ilyesmiket. Aztán most már tényleg véglegesítem a bőröndöt a hétvégén, meg le akarok tölteni egy-két sorozatot a gépre, meg a laptopomat kitakarítani, hogy rá tudjam majd tölteni a videókat, mert meg akarom szerkeszteni ezt a vlogot majd a repcsim, meg ha lesz rá időm, akkor egy titkos projektes videót is szeretnék összerakni. Úristen, nem hiszem el. Na, összeszedtem magam, pihentem egy órácskát. Rafi kutyával közben lementem, mert már lent van az udvaron. Úgyhogy folytatom a pakolást. Képzeljétek el, hogy hát jól emlékeztem én, hogy amikor mentem Amerikába, akkor vihettem még egy plusz táskát a két bőröndön kívül, és megnéztem a Lufthansa oldalán is lehet vinni. Úgyhogy elszaladtam a Kínaiba és vettem egyet. 4500 forint volt, és szerintem csoda szép. Bele fog férni szerintem még a laptopom is. Benne van már a nemzetközi jogsim, meg az útlevelem. Beleraktam még egy-két dolgot, mindenképpen viszek magammal Fluff Dropsot, mert csak ezzel szeretem már a kávét. És tisztító, kendő, ilyen antibakteriális, majd a repülőre. Beszaladtam a Müllerbe, és vettem egy ilyen kontúrpalettát, Catrice. Ez a kedvencem, már nagyon régóta használom, és hát még nem fogyott el, de mondom, legyen már egy új, tudjátok, ha már utazok. Vettem egy kis beauty blendert, meg egy ilyen utazós ecsetet, és annyira király. Aztán még ezt akartam nektek megmutatni, képzeljétek el, hogy kaptam egy kis csomagot a Wild-tól, akik teljesen természetes alapú izzadásgátlókat gyártanak. Ilyen csodálatos, egyedi tokot küldenek hozzá, és 3 féle illatot kaptam hozzá. Ez az, ami nekem a legjobban tetszik, kókusz és vanília illatú, vegán, alumíniummentes. Aztán van ez a Thunderstorm, ennek inkább egy kicsit ilyen frissebb illata van, illetve ez a jázmin és mandarin, ami meg inkább ilyen kicsit púderesebb. Járt még hozzá egy szappan is, aminek szintén nagyon-nagyon jó illata van, friss, úgyhogy nagyon-nagyon örülök ennek a kis csomagnak, és köszönöm szépen a Wild-nak ezt a kis meglepetést. Mindenképpen be fogok majd nektek számolni róla, hogy bevált-e.
És kaptunk egy kuponkódot is, ami 20% kedvezményre jogosít az oldalon, ez a Wild Klein, ide le is írtam nektek, illetve beteszem a linket a leírásba, ahol majd meg tudjátok nézni ezeket a szuper kis izadásgátlókat, de mondom, mindenképpen beszámolok majd a hétvégén, hogy milyen. Most tartok ott, hogy nem tudom, hol tartok. Elkezdett nőni a negyedik bölcsességfogam is. Már kezd besötétedni, úgyhogy megyek be szépen a fürdőszobába. Összeszedem a dolgokat, amiket itt már eltettem egyszer, hogy majd a kanadai útra elviszem. Van itt mindenféle földjó. Itt például ezek kis Authentic Beauty Concept minták, amit még a fodrászomtól kaptam. Mini hajvasaló, fogkefe, és ezeket szépen el fogom kezdeni bepakolni különböző kedves kis neszeszerekbe. Így, melyik így, nem? Itt van az arcra dír, meg a kis arctisztítóm. Ezt a sampont fogom elvinni, ezeket a krémeket fogom vinni, ezt a szérumot, meg hát a sminkesem az mindig itt van igazából, a parfümöt már elraktam. Na jó, annyit beszélek, de nem pakolok. Úgyhogy most szépen nekiállok pakolni, kikapcsolom az agyamat, aztán majd mutatom a végeredményt. Hát halljátok, ki vagyok teljesen. Bepakoltam a bőröndökbe, és éppen indultam a kameráért, hogy megmutatom nektek, de aztán kaptam egy telefonhívást, és azóta meg elfelejtettem, úgyhogy becsuktam a bőröndöket, és ezeket én már nem vagyok hajlandó kinyitni. Viszont Instára csináltam róla képet, így néz ki a nagy bőrönd, nagyon szexi lett, és itt van a kicsi bőrönd. Nagyon szépen minden elfért, hát a nagy bőrönd az elég nehéznek tűnik nekem, de... Hát, baszki ez. Ennyi. Rafik ugye azt hiszi, hogy költözök már megint, tuti. Szegény gyerek. De a kis bőröndök, csoda szépek. Mindjárt setupolom a kis zárkódokat, és ennyi. Ehhez már nem nyúlok hozzá. Ez most már így, ahogy van. Ha minden igaz, és nem olyan nehéz, akkor jön velem Kanadába. Most már elköszönök, mert valószínű, hogy túl izgatott leszek, és nem fogok nagyon beszélni a kamerába, de megpróbálok majd még azért telefonnál egy-két jelentet felvenni nektek az indulásról. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Találkozunk a következő videóban, ami a Kanada trip lesz. Sziasztok! Mit szólnál hozzá, hogyha elmennénk a Domihoz? A Domihoz! Mehetünk a Domihoz, pacika! Nagyon örülsz neki, mi? De 3 hétre ám, tudtad? Jó lesz! Jó lesz neked!